Értékes agancsok. A héten értékelték az elejtett szarvasbikák agancsait. Egy év külföldön. Tanulmányi ösztöndíjat hirdet a Rotary Klub Baja. Új sportág a városban. Szerdánként íjász szakkört tartanak a Honvédelmi Sportközpontban. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Szeptember 16-a péntek van, friss hírekkel jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Lassan véget ér a szarvasbőgés időszaka, ugyanakkor javában tart a trófea bírálat a környékünkön. Az idei évben a szakemberek szerint a szemlézett agancsok minősége átlagosnak mondható. A szarvasbőgésen viszont már megmutatkoznak az aszály okozta problémák. A területi vadászati hatóság 22 éve foglalkozik trófea bírálattal. 2019-ig Kecskeméten végezték ezt a feladatot, 3 éve azonban már Baján folytatják a tevékenységet. Ezt a döntést azért hozta a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal, mert a Bácskában jelentős számú vadászatra jogosult személy él, tájékoztatott Tóth Balázs. Annak, aki elejtette az állatot, 30 napja van törvényileg arra, hogy tájékoztassa a trófeáról a területi hatóságot. A tájegységből egy olyan éves szinten egy olyan 600-650 gimbika bírálata történik itt ezen a helyszínen. Ebből 35% érmes minősítésű, 1000 körüli bak bírálata történik itt, amiből olyan 10% érmes minősítésű, és a bemutatott dánbikák száma az csekély, az olyan 15-25 közötti, de egyébként a tájegységben nem kívánatos a jelenléte. Ott ilyen 10%-os érmes arányt mértünk átlagba ez idáig. Hozzátette, a térségben 2 nagy vadfaj, a gimbika és az őz minősége a meghatározó. Az előbbi faj érmes arányából látszik, hogy kiváló genetikai adottságokkal rendelkezik az állomány, ezért a megőrzésük mindenféleképpen kiemelt cél. A szemle során a trófea súlyát és az ágak hosszát is lemérik. A szarvasbikák életében a nyár végi és az ősz elejé hetek kiemelten fontosak. Ekkor kezdődik a bőgési időszak. A bikák ilyenkor a területük megtartásáért, valamint a nőstények kegyeiért küzdenek. Nem jellemző a harc kialakulása, gyakran már egymás hangja alapján el tudják dönteni, van-e esélyük a másik ellen. A szakemberek akár az állatkorát is meghatározhatják pusztán a zaj alapján. Az öreg vad inkább kimért és lassú, míg a fiatal tele van élettel, gyorsan mozog. Kammerman Péter, az Illancsbogaci tájegység fővadásza úgy fogalmazott, az aszály miatt az idei szezon a szokásosnál később kezdődött. Voltak olyan területek, ahol azt jelezték, hogy kimondottan gyenge a bőgés, voltak olyan területek, ahol azt mondták, hogy 3-4 napon keresztül jó szarvas bőgés volt. Ezek a problémák leginkább az aszályos időszakra vezethetők vissza, amikor a vegetációs idő volt, ugye az április-májusi időszak, akkor is nagyon száraz időszak volt, és nem lehet tudni, hogy hosszabb távon ez milyen szinten befolyásolja a szarvasbőgésnek a dolgait, akkor még nem tudtuk, de ez valószínű nagyban befolyásolta negatív irányba a szarvasbőgésnek az elhúzódását. A bőgési időszak hamarosan véget ér. Az állatokat nem szabad megzavarni, nyugalomra van szükségük. A Gemenc területén rendszeresen szerveznek szarvasbőgés túrát, amely keretében szakemberek segítségével lehet bejárni az erdőt. A passzív biztonsági eszközök többek között a biztonsági öv használatára hívja fel a figyelmet az Országos Rendőrfőkapitányság. Biztonsági öv nélkül már 30 km/h ütközési sebességnél is elszenvedhető halálos sérülés. Így kiemelten fontos, hogy minden esetben rendeltetésszerűen használják a berendezést az utasok, olvasható a hatóság közleményében. Felmérések szerint a balesetek során az autóból kirepülő emberek mintegy 75%-a veszti életét, vagy szenved súlyos sérüléseket, a légzsák és a biztonsági öv együttes használatával azonban akár 60%-kal is javulhatnak a túlélési esélyek. A KRESZ kötelezővé teszi a berendezések gépjárművekbe történő beszerelését és azok használatát, így azokat a járművezetőket, akik nem tesznek eleget a szabályzatnak, közúti ellenőrzés során pénzbírsággal sújthatja a hatóság.
Baján is bemutatták Pálinkás Szilvia első kötetét. A Genomba zárt örökség a szerző ükanyja Bor Terézia nevéhez köthető legendát tárja az olvasók elé. Hamarosan jövünk a részletekkel. Amerikai ösztöndíjban részesülhetnek a 18 és 25 év közötti fiatalok Baján is a Rotary Klub helyi csoportjának segítségével. A sikeres pályázók egy tanévet tölthetnek el a tengeren túl, Georgia államban egy egyetemen vagy főiskolán. A tanszereket, az iskolai étkeztetést, a kollégiumi ellátást, valamint a tandíjat a program biztosítja. A bajai csoport október 1-jéig várja a jelentkezéseket. Nem mindennapi lehetőséget ajánlott fel a közelmúltban a Rotary Klub bajai csoportja a 18 és 25 év közötti fiatalok számára. Olyan fiatalok pályázhatnak a meghirdetett nemzetközi ösztöndíjprogramra, akik már befejezték a középiskolai tanulmányaikat. Ez egy hosszú évek óta futó program, aminek néhány héttel ezelőtt jelent meg a következő periódusra vonatkozó felhívása, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen egy kiváló lehetőség, amihez érdemes csatlakoznunk, illetve megismertetnünk itt Bajaváros közvéleményét és az esetleges érdeklődő gyerekeket, családokat azzal, hogy milyen feltételek mentén tudnának egy évet az Egyesült Államokban, Georgia államban eltölteni. A Georgia ösztöndíj keretében egy helyi főiskolán vagy egyetemen tanulhatnak a hallgatók egy tanéven keresztül. A program a felsőoktatási tanulmányokra irányul, az ösztöndíj azonban sokkal inkább kulturális jellegű. A kint töltött tanév alatt a hallgatónak sem az étkezésért, sem a kollégiumi ellátásért, sem a tankönyvekért nem kell fizetnie, de a tandíjat is átvállalják tőle. A sikeresen pályázó hallgatókat pedig egy, a Rotary klubok által kiválasztott családok fogadják érkezéskor. Tájékoztatta híradónkat Sipos János, aki azt is hangsúlyozta, nagyon fontos a határidő pontos betartása, ugyanis október 1-jéig lehet pályázni a következő tanévi ösztöndíjprogramra. A jelentkezőknek részt kell venniük két vizsgán, amelyek közül az egyik egy nyelvi, a másik pedig egy érettségi vizsgához hasonlít, mondta. Úgy gondolom, hogy minden fiatal számára fontos, és minden ország számára fontos kell, hogy legyen, hogy a fiatalok lássanak más kultúrákat, megismerjenek más embereket. Ennek a programnak a keretében ez történik, hiszen a világ számos országából a Rotary klubok működnek, összesen 80-90 fiatal vesz részt egy évben ebben a programban, akik egymással is találkoznak ott az amerikai egyetemeken, és az amerikai fiatalokkal is, és ők is megismerhetnek más kultúrákat. A világban a békés egymás életélés egyik kulcsa az, hogy megismerjük egymást. A hallgatóknak gondoskodniuk kell az úti költségről és a kötelező egészségügyi biztosításról, valamint arról, hogy igazoltan rendelkezzenek 3000 dollárnyi költőpénzzel. További információkért Sipos Jánost kereshetik az érdeklődők. A Rotary Klub bajai tagjai a következő hetekben is több rendezvényre várják az érdeklődőket. Míg szeptember 24-én szokásos jótékonysági futóversenyükön számítanak nagy részvételi arányra, addig az október 1-i halszabadítást is megtartják majd, ezúttal rendhagyó módon a halászati miniskanzen hajómalom ünnepével közösen. Az eseményen 6 darab padot is kihelyeznek a türkilátó környékére, adta hírül Györök Zoltán. Módosul az állatorvosi ügyeleti ellátás telefonos elérhetősége, tájékoztatott dr. Papp Zoltán. Baja megyei jogú városának jegyzője közleményében arra hívja fel az állattartók figyelmét, hogy ezentúl a megadott egységes központi telefonszámon érhetik el a szakembereket. Az ügyeleti ellátást a telefonon történő egyeztetést követően vehetik igénybe a bajai és a környékbeli gazdák. Szeptember 17-én és 18-án dr. Gáspár Sipos Katalin vállal ügyeletet a Szent Antal utcai rendelőben, míg a következő hétvégén dr. Tóth Gabriellát kereshetik az állattulajdonosok a Dózsa György út 121 szám alatt.
Kiskörös után Baján is bemutatták Pálinkás Szilvia Genomba zárt örökség című kötetét. A kalandregény a szerző felmenőinek életét és egy gyilkosság körülményeit tárja az olvasók elé, de a 19. századi délalföldi régió gazdasági és társadalmi helyzetével is megismerkedhetnek azok, akik kézbe veszik a könyvet. Újabb különleges rendezvénynek szolgált helyszínül az Ady Endre Városi Könyvtár. Az intézményben rendszeresen szerveznek könyvemutatókat, ez alkalommal azonban egy nem mindennapi kötetet és annak szerzőit ismerhették meg a látogatók. Nyáron jelent meg Pálinkás Szilvia Genomba zárt örökség című kalandregénye. A kiskörösi televízió szerkesztője a pandémia idején döntött úgy, hogy felkutatja a családja körében ismert legenda hátterét és papírra veti munkájának eredményét. Így született meg a 200 oldalas kötet, amely a szerző ükanyja, Bor Terézia történetét mutatja be. A cselekmény szerint az előkelő családból származó Teréziát kitagadják, miután hozzámegy egy szegény sorban élő lovász fiúhoz. A vagyon nélkül maradt nő időközben népi gyógyítónak áll. Füzeteivel segítséget nyújt a hozzáfordulóknak, egyszer azonban gyilkossággal vádolják, majd később börtönbe vetik. Elsőként gyermekkorában hallott a legendáról, ami évtizedeken keresztül foglalkoztatta az írót. Meg kellett erre ráérni, hogy az ember kibontsa ezt a kis történetet, és utána járjon. Nagyon sokáig csak cipeltük, mint egy hátizsákot, mindig ott volt ugye a köztudatban, a családban, információként, felidézhető történetként. És aztán eljött az idő, amikor már ugye teltek az évek, családanya lettem én is, és azt mondtam, hogy ezt nagyon szeretném tudni, hogy valójában igaz vagy nem, továbbadható, vagy csak egy kedves történetként kell a továbbiakban foglalkozni vele. A kalandos történet a 19. századi délalföldi régió, azon belül is Halas módját is részletesen bemutatja, köszönhetően az írásos feljegyzéseknek. A kutatásban Végső István, a Clio intézet munkatársa is nagy segítséget nyújtott, aki a Bajai könyvemutatóra is elkísérte az alkotót. Ez egy nagyon ritka történet így ilyen szempontból, hogy kiderül, hogy valóban egy ilyen, hát gyakorlatilag mondhatjuk, egy ilyen tragédia történik a családon belül. Úgyhogy hát én igyekeztem ezt egyrészt megvizsgálni azt, hogy valóban ez így történhetette, mi volt a történelmi háttér, és hát Szilvia abba kérte a segítségemet, hogy egyáltalán a korszakban hogyan is álltunk, református, katolikus, régi redemtusok, halasi családok, egyáltalán mi volt a háttér, mi volt ez a halasi tanyavilág. A kutatás végül sikerrel járt, több mint 120 év után előkerültek a Bor Terézia börtönbüntetéséről és haláláról szóló feljegyzések. A Mária Nosztrai fegyház börtöntemetőjében pedig az egykori javasasszony nyughelyét is megtalálta a család. A valós eseményeken alapuló, részben kitalált történetet hamarosan a Bajai Könyvtár polcáról is levehetik az olvasók. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli idén a Sükösdi Népdalkör. Az együttes a jubileum alkalmából több fellépést is tervez. A népdalénekesek legközelebb szeptember 17-én lépnek színpadra a Sükösdi Lakodalmas Házban. A részletekről dr. Cseh Béla számolt be híradónknak. Az 50. évét ünnepelni készülő Sükösdi Népdalkör egy általa kitalált szerveződésnek ad otthont, ez az ötös körös mozgalom, amelyiknek a lényege az, hogy meghívunk minden ilyen alkalomra négy népdalkört, mi vagyunk az ötödikek, lehetőleg mindig másokat. Sükösdön indul az első összejövés, amikor hangverseny van, azután, ha a közönség engedi, általában engedni szokták természetesen, hogy jól érezzük magunkat, akkor egy vacsora közben beszélgetünk a jövendőkről, és mindig vannak közöttünk olyanok, akik úgy nem mennének haza, hogy ne is táncoljanak együtt. És így körbejárjuk az öt kört. Mindig Sükösdön indul, most is így fog történni, 17-én tehát. Cikó lesz az egyik vendégünk, az ötös-körös találkozók közül a 100. az éppen Cikón volt. Nagy Baracska lesz még a vendégünk, Zomba és Öreg Csertő. Természetesen a sükösdiek, ez a mostani ötös.
Aki tudja, nagyon szívesen várjuk Sükösdön, a lakodalmas házban fogunk találkozni. Maga a hangverseny 16:30 kezdődik. Új programmal bővült a tavasszal átadott Honvédelmi Sportközpont kínálata. Ezentúl szerdánként az íjászat szerelmesei és a sportág iránt érdeklődők vehetik birtokba a lőteret. Első alkalommal a fiatal para íjász Kollár Andor tartott bemutatót a helyszínen. A márciusban átadott Honvédelmi Sportközpontban folyamatosak a fejlesztések. A központ sportági kínálata is egyre bővül. Az érdeklődők kipróbálhatják a különböző küzdősportokat, de gerinctornán és lövészeten is részt vehetnek. Szeptember 14-én szerdán délután egy új sporttal, az íjászattal ismerkedhettek meg a jelenlévők. A foglalkozásokat a közel 30 éves tapasztalattal rendelkező íjász Kassa Sándor tartja majd a vendégeknek. Én a Honvédségnél voltam fegyvermester 93-ban, ott alapítottuk meg a Honvéd Bajos Sportegyletet, ugye tagja voltam neki, és alapító tag, és a Baba Ede, ő is ott dolgozott, mint százados, és ő keresett meg, hogy nem érdekelne engem ez a gyerekekkel való foglalkozás. Egyébként régóta foglalkozok gyerekekkel, járok ilyen íjászbemutatókat, tartok falukba, falunapon, katasztrófavédelmi táborba, úgyhogy nagyon szeretem az íjászatot. Hozzátette, a bajai oktatások során főként a gyerekek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Őket szeretné elindítani egy stílus irányzat felé. Ha ez megvalósul, akkor a következő években diákolimpiákon és különböző pályaversenyeken is képviselhetnék magukat az íjászok. Első alkalommal egy rövid ismertetőt hallhattak a jelenlévők a sportág múltjáról és a technikai hátteréről, majd a bátrabbak ki is próbálhatták a nyilakat. A kezdeti időszakban szerdánként lesznek az edzések délután 4 órától, majd a későbbiekben a létszámtól függően ez változhat. Bócsa Barnabás, a Bajai Honvédelmi Sportközpont referense, a bemutatóra meghívta az alsónyéki parasportolót, Kollár Andort, hogy próbálja ki az akadálymentes lőteret. A tinédzser egy autóbaleset során vesztette a bal lábát néhány évvel ezelőtt, a fiatal azonban sérülése ellenére sem hagyott fel az íjászattal. Mint mondta, a sportág rengeteg pozitívumot adott hozzá az életéhez. Sok örömöt, sok barátot és szeretetet főleg. A versenyzőt elkísérte egyik legfőbb támogatója, Vereckei Zsolt, az Impulzus a Parasport Jövőjéért Alapítvány kuratóriumának tagja. A mai nap jött az, hogy meg is nézhettük az épületet, már azt tudom mondani, hogy teljesen akadálymentes, és nagyon jó lehetőségeket tudnak itt biztosítani. Andor ki is próbálta, egy jó pár veszőt már előtt, és azt mondta, hogy nagyon meg van elégedve itt az épülettel, a lehetőségekkel, és szeretnénk, hogyha a jövőben itt tudna majd felkészülni a különböző versenyeire. A Honvédelmi Sportközpontban hamarosan megnyílik a szabadtéri lőtér is, amelyet a szigorú biztonsági előírások betartása mellett használhatnak majd az érdeklődők. A hétvégén sem lesz hiány sporteseményekből. Az Európai Mobilitási Hét keretein belül meghirdetett szombati kritikálmesz az időjárás miatt elmarad, vasárnap azonban 10 órától megrendezik az első Pandoring kerékpáros és futóversenyt. Az eseményre nem csak a futókat és a két keréken érkezőket várják, hanem azokat is, akik egy közös családi sétával kívánnak tenni az egészségükért. A labdajátékok kedvelői két bajai egyesületnek is hazai környezetben szurkolhatnak a hétvégén. Szombaton és vasárnap rendezik a fiús erdülő kosarasok selejtező mérkőzéseit a Berecki Máté Szakképzőiskola sportcsarnokában. A baszkitbaja SR csapata szombaton 12 és 18 órakor, míg vasárnap 11:30-kor lép pályára. Vasárnap délután ismét a Vasvári Pál utcai sporttelepen fogadja ellenfelét a Bajai LC együttese. A focisták ezúttal az Akasztó FC alakulatával játszanak a 16 órakor kezdődő mérkőzésen. Következzék most egy rövid összefoglaló a mai tartalomból. Értékes agancsok. A héten értékelték az elejtett szarvasbikák agancsait. Egy év külföldön. Tanulmányi ösztöndíjat hirdet a Rotary Klub Baja.
Újsportág a városban. Szerdánként íjász szakkört tartanak a Honvédelmi Sportközpontban. Kedves nézőink, péntek esti híradónk végére értünk, hátra van még az időjárás és vízállás jelentés, friss összeállítással pedig hétfőn este 6 órakor jelentkezünk majd ismét. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton az ország déli felén többfelé valószínű tartós eső, zápor eső. A dél felől érkező kiterjedt csapadék az ország délkeleti-keleti felére is átterjed. Az északnyugati szelet élénk széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Vasárnap csökken a felhőzet, akár több órára is kisüthet a nap, elszórtan azonban kialakulhat még egy-egy zápor. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 19 fok között alakul.